5 hétvégén gyűltek össze idősebb és fiatalabb asszonyok a kakasdi német kisebbségi házban, hogy megtanulják a sváb pacskerkötés fortéjait. Mi tavaly elkezdtük már a kézműves foglalkozásokat, ahol kötöttünk, horgoltunk, hímeztünk, megtanuljuk a netzcsipkének a készítését egy idős Bonyhádi nénitől. És az Anikóval is egy véletlen hozott engem össze a szexhárdi kiállításon, és azóta hát így beszélgettünk vele, itt volt nálunk a Német Nemzetiségi Napon is kiállítóként. És hát akkor ő tart több helyen ilyen foglalkozásokat, és akkor szóba jött, hogy hát nálunk is tarthatna egy ilyen foglalkozást, és hát erre most adódott így lehetőség. És teljesen vegyes a korosztály, mert idősebbek is vannak, meg fiatalok is, hát viszonylag fiatalok. Szexhárdról jönnek, és itt kakasdiak vannak túlnyomó részt. Mégis az előző foglalkozásokon mi azért már így rá dolgoztunk egy kicsit, hogy ne az alapoktól kezdjük. Úgyhogy a pacskernek a kötését már tudjuk, hogy hogyan kell, de ezt a diszített pacskert, ezt most tanuljuk meg. Ezt mutatja most az Anikó nekünk, hogy a színeket hogy visszük bele, a fogyasztást, mindegyiket. Az őseink régen, hogy nagyon sokat kézimunkáztak, hogy ez a kézimunkázás, ez most nagyon háttérbe szorult már, de ahhoz, hogy átadjuk a fiataloknak, ehhez nekünk is meg kell tanulni, tudni, hogy végülis ez a középkorosztály is tudja ezeket, és akkor majd talán a fiatalokat is be tudjuk vonni. Mert végülis az iskolások is ugye elég érdeklődőek, csak hát nem jönnek ide, oda kell menni az iskolába. Az egy nehéz dolog, hogy azt a korosztályt bevonni. De előbb-utóbb szerintem ők is azért érdeklődők lesznek, és azért, ha egy-két ember megtanulja, az már nekünk jó. Annak örülünk, hogyha egy-két ember tovább viszi. A rendezvény visszahozza kicsit a régi fonók hangulatát, alkalmat ad találkozásokra, beszélgetésre. 2005-ben kezdtem ezzel el foglalkozni, és 2017-ben szereztem meg a népiparművész címemet, ez 35 termék zsűrisztetéséből állott. Mióta megszereztem a népiparművész címet, a Tolna megyei népművészeti egyesületnek is a tagja vagyok, ezért tudunk pályázni, van két pályázati lehetőségünk, a Csóri pályázat és a Hagyományok háza pályázat, és ezt az egyesület elnöke meg a csapat felossza a népiparművészeknek, hogy 30-30 órás vagy 60 órás oktatásban tudjuk a kedves érdeklődőket megtanítani. Ez nekik ingyen és bérmentve van, mi biztosítunk mindent. Ez onnan jött, hogy felkértek egyszer, hogy szeretnék megtanulni a pacsker kötését. Kikötésem ugye az, hogy tudjanak kötni, mert aki nem tud kötni, azzal indulni nagyon nehéz. Elég aprólékos munkából áll a pacskernek a kötése, de aki tud kötni sima fordítottat, az ma könnyen megy. A pacskert az 5 tűvel készítjük, 3 tűvel indítunk először, ugye a sarok részét kiképezzük, a helyesebben a boka és a sarok magasságát, utána a talprészt képezzük ki, és úgy hozzuk fel a láb részét. Én egy gyönki sváb családból származom, a férjem családja volt a sváb, és anyósomtól megtanultam ezt, és ezt mindenhol kihangsúlyozom, mert őtől letanultam meg, hogy az ívelt elejű tutyikat, pacskereket csináljuk. A színes mintákat már 5 tűvel készítik. Ehhez sablonokat kaptak a résztvevők. Pacskerekről még azt is kell tudni, hogy ugye ez régen meg is volt talpalva, zsákvászonnal vagy lentvászonnal talpalták meg, és mikor többet megkötöttek, akkor a szurkot felolvasztották, és a saruk részét és a talp részét bemártották a szurokba, így tartósabb volt. A mintákról viszont még azt kell tudni, hogy a minta maga megmutatja a település mintáját is, hogy milyen gazdag a település mintája, és megmutatja a felekezeti hovatartozásukat is. Aminek a sarkában nincs minta, csak elől van minta, az református és evangélikus minta, aminek a sarkába és az oldalán is minta van, az biztos, hogy katolikus minta. Én Szexhárdra jöttem, egy volt osztálytársam, ugye Mónika szervezte, és ő hívott engem, és hát volt szabadidőm, érdekelt is, mert régen nagyon sokat kötöttem, rengeteg pulóvert, és éreztem, hogy valami, ez hiányzik egy kicsit, és valami kis pótlás visszatér az életembe. A sima részét szerintem egyáltalán nem nehéz, de a minták azért már attól akad nehézség, de le kell gyűrni. Az egyesület folytatni szeretné a kézműves szakkörök szervezését,
úgy tervezik, hogy a jövőben havi rendszerességgel fognak kézműves foglalkozásokat tartani.